Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, Önök VNTV-t vagy Viva Natura televíziót látnak, ezen belül is ez a teleferét, kedves vendégem Dienes István, szerbusz. Szia, én is. Bocsássanak, mert Dínónak fogom szólítani. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Egyfutában azon spekuláltunk, milyen adás címet adjunk, mert hogy szellemfúzióról lesz szó, szellemiségfúzió vagy tudásfúzióról, és ki fog derülni, hogy igazából nagyon jól alakulnak a dolgok. Az emberiség elmúlt pár ezer éves történelmét az jellemezte, hogy zseniális, hogy fogalmazok, hogy tudatosabb rétegek folyamatosan az emberek gyengeségeit kihasználva tudták őket irányítani az ösztöneikkel, a hedonizmussal, a szexuális vágyaikkal, a pénzhez való ragaszkodásokkal, stb. Stb. És ehhez az anyag ragacshoz kötődő életünk jellemzi az egész elmúlt pár ezer éves történelmet. Mindig voltak, akik másképp látták ezt a dolgot, de ezeket általában sikeresen elpusztították, és a történelmet mindig a bankok és a pénzvilág írta. És eljutottunk ma egy olyan szintre, amikor egyre több ember felébredt, és látja, hogy ez az anyagszintű rendszer hogy működik. Elkezdtek egy háttérhatalomról beszélni. Ha létezik háttérhatalom, akkor annak kell lennie egy szellemiségének, aki mindig orhosszal, évekkel, száz évekkel járt a mindenkori emberiség tudatossági szintje előtt. És most van először az, hogy a tudatos emberek nagyobb tömegben felébredve egyenrangú partnerei lehetnek ebben a szellemi csatában, ami nem lehet csata, mert hogyha mindenki fölébredt már, akkor ezen a fölébredési szinten elvileg az összefogásra, az összefonásra van szükség. Így van. Elég sok kérdést felvetettünk ebbe a dologba, tehát az, hogy túl tudunk-e lépni az anyagragacson, amiben egyébként meg az emberiség 97%-a, 98%-a benne él, és azt mondanám, hogy dobjál mindent, ez anyagi világhoz kötődik, Jó. A biztos állás, ő nem, inkább belehalna, de ott hagyná. És ugyanakkor ma még mindig a régi bűnökért hibáztatjuk azokat az erőket, akik ezt tudatosan létrehozták, de azért tudták létrehozni, mert akkor is butácskább volt a nagy tömeg, mint azok, akik vezették őket. És pontosan erről van szó, tehát ugye, tehát ezt szeretném én is elmesélni, tehát, és azért jött az ötlet, és azért kértem meg, beszéltük meg, hogy akkor csináljunk egy ilyen adást, mert az utóbbi hónapokban több olyan konferencián is voltam, ahol ugye többször is elhangzottak ezek a fajta megszólalások, illetve a YouTube is tele van ugye ezekkel a különféle összeesküvés elméletek, egyebek, és hát én csak nagyon minimálisan mentem bele, de azt éreztem, ugye az eddigi tapasztalataim, a saját megélésém, a saját életem vonalából, meg egyebek, hogy itt valami nagyon félre siklott, tehát hogy ezekben nagyon sok téves információ van, és nyilván nem azok az emberek felelősek ért, akik most ezeket az információkat a felszínre hozzák, az emberiséggel megosztják, és a többi, mert hát nyilván abból tudnak táplálkozni, ami van. De hogy azt is látniuk kell nekik is, hogy az az elit, akiket most ugye itt újjal mutogattunk rá, és hogy milyen szemetek meg egyebek, tehát látniuk kell, hogy most jelen pillanatban, ha tudni akarjuk, hogy mit csinálnak, akkor azt látni, hogy már rég nem ez zajlik. Tehát, hogy itt igazából ilyen régi történelmileg vehető már ilyen maradvány nyomokat látunk. Tehát pár száz éves döntéseknek az utó hullámait így van. Látjuk, és az emberek gyíkos pólóban az utcán, azok nem a gyík emberek. Így van, tehát az, hogy most ugye a családok neveit én nem akarom itt megnevezni, mert az tele van vele a YouTube, tehát, hogy bizonyos elit családok, akik az elmúlt száz évben különböző helyzeteket jól felhasználva esetleg tényleg komoly vagyonokra tettek szert, és ezáltal és a vagyonból eredő lehetőségekből nyilván a világ gazdasági mozgásában olyan erőket képviselnek, ami egyértelműen adódik, hiszen ha most én az internetre egy nagyon erős szerverrel belépek, akkor egész komoly piacokat uralhatok, mert nála van a leggyorsabb gép. Tehát ha most neki 1000 milliárd dollárnyi mondjuk saját tőkéje van, tehát logikus, hogy ez egy olyan erő, ami akárhova mozdul, az a jelenlegi pénzalapú piacban mozog. De ez nem azt jelenti akkor, hogy ez a család ezzel foglalkozik, hogy neki ez ad örömet. Most gondoljunk abba bele, tehát hogyha már ő 1000 milliárd dollárt mondjuk fölhalmozott az elmúlt 100 évben, akkor már volt ideje a pénzből eredő minden olyan jellegű élményt megélni, amit meg lehetett. Hát gondoljuk csak el.
Amit mi gondolunk ma, hogy ő ebben élvezkedik. Igen, tehát hogy, már amikor már megélte azt, hogy akár meg tud venni egy országot államadóságostól együtt, mert például meg tudnának bennünket venni. Hát most próbálják egyébként. Igen, ha próbálják, ugye. És igazából én, amit látok, hogy itt azt kell látni, hogy nyilván persze, hogy szálakkal belelógnak azokba a rendszerekbe, ahol a pénz mozog, de az nem azt jelenti, hogy ő ebbe tevőlegesen részt vesz. Nyilván megvannak a megbízott emberei, és akik most vádolunk azzal, hogy miket csinálnak, az nem ők, hanem az, hogy ezek a megbízott emberek azért vannak ott, mert ő még viszont azt akarja megélni, amit a pénz ad. És itt ugyanúgy tévedhetnek, hibázhatnak, mint mondjuk az a család egykor, mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor még ők is ezt élték. De amikor most eljutottak ide, akkor viszont nézzük meg azt, hogy most ha van 1000 milliárd dollárom, akkor mi más tehetek? Mondok néhány nagyon egyszerű gondolatot, ami nem kell az interneten keresgetni, csak hogyha most nekem is lenne. Én nem akarok a nézőkkel balhézni, de egy mondatot szeretnék elmondani. Azért tudta ezeket az 1000 milliárdokat felhalmozni, mert az ember mindig vevő volt arra, pontosan, hogy az anyag káprázatát válassza. És ha egyszerűen én változom, és egyszerűen nem az anyag motivál, hanem a szellemiség, akkor engem nem lehet belerángatni ebbe a fajta ragacsba, amivel itt az ember milliárdokat próbálják. Persze. Na most ez ugye akkor elindult, és azért még most is az emberek tömege ugye ebben a tapasztalatban próbálja kiélni a dolgait, de látni kell, hogy azt, akik ezt mozgatják, azok már rég nem, mert mondom, ezt már megtehették. Tehát ő neki bármelyik pillanatban vehet 20 darab repülőgépet, és 20 irányba repülhet a családjának 20 tagja. Tehát ami nekünk, az neki nem jelent semmit. Jó, mivel foglalkozik ma? Hát roppant egyértelmű, csak egyet mondok például. Ugye ma a vezető egyetem a világon, ugye most jött ki a rangsor, az a Massachusetts Institute of Technology, és a Massachusetts-i Műszaki Egyetem. Itt folynak a legmagasabb rendű kutatások, amiről az ember jelen pillanatban tudományos szinten tudhat. Nyilván, hogyha nekem van 1000 milliárd dollárom, akkor nem csak a pénzvilágban vagyok beágyazva, mert hát azt is szeretem látni, hogy hol lehet továbbfejlődés, és hát engem is ez izgat, mert hát újokat próbálok keresni, új tapasztalatokat szeretnék megélni. Na most, hogyha ez a cél, akkor logikus, hogy ők ugyanúgy beinvestáltak pénzt ilyen egyetemekbe is, amik alapvetően magánalapításúak. Nyilván az állami egyetem Amerikában, de a főbb háttér ezekből a pénzekből van, és hát a diákság is ugye igen komoly összegeket fizet a tandíjakért, és a többi, és a többi. És akkor most gondoljuk el azt, hogy olyan vezető kutatásokban érdekelt, tehát olyanokat támogat pénzzel, amelyekről most az emberek nem úgy az interneten nem hallhatnak, hanem egyáltalán nem hallhatnak, mert ezek még most top secret kutatások. De ő neki teljes referenciája van felőle, hiszen ő pénzeli az egészet. És hát ugye tudáshatalom, tehát ha én adom a pénzt, akkor én szeretném látni... anyag birtoklója, most a tudás birtoklója szeretném. Pontosan. Ezért tudja lezárulni a technológiákat. Nekem mindjárt drága jó Magyar Tudományos Akadémia jutott eszembe, ahol a mai napon is a finn-ugor tanszéken fizetést osztanak így hónapvégeken, amikor már a finnek rég kijelentették, hogy nem vagyunk rokonságban, ugyanakkor viszont a tudás birtoklója, és most jössz te, ahhoz, hogy ezt a népet szellemileg lenyomva tartják, ezeket a hülyeségeket kell kézben tartani. Tehát onnantól, hogy az egész világ gazdasága az övé, innentől fogva az egész, hát ugye a gyógyszeripar úgy működik, hogy bemegy az orvosi egyetemekre, és igazából ma már a gyógyszerekhez kapcsolódó egészségügyi kapcsolatokat oktatják, de az egész szisztémát meg nem adják át, a holisztikus gyógyításról még nem is beszél. De mi nem erről beszélünk. Igen. Mert ez még csak anyag, ez az anyag, hogy ragadj. Igen. Tehát itt az a nagyon fontos, hogy tehát ők most ugyanúgy a tudás szerzésben érdekeltek, hiszen ha már megértünk egy hatalmat adó minőséget, mert a pénz is az, egy nagyon jó eszköz, hatalmas dolgokat nyitott meg az emberiség előtt, nagyjából a feltalálás ugyanolyan volt, mint most az internet, hiszen dolgokat könnyebbé tett. Most ők ebben már megélték, amit lehet jelen pillanatban, most nyilván a tudás. A tudás jó, a milyen tudást kutatnak ott, ugye? Már mondok példákat. Na mondja. Az MIT-n folynak a legmagasabb rendű például a kvantum számítógép kutatások, ami azt jelenti, hogy ha valaki megépít egy kvantum számítógépet, az világhatalom. Erre Magyarország is törekedhetne. A KFK-ban vannak is nagyon komoly profi munkatársak, akik dolgoznak is vele, csak nyilván nekünk az anyagi erőforrásaink nem olyanok, hát mint nekik. Államadóság kamatja fejében elviszi pontosan, a tudáshatalom. Pontosan, és hát ezért ők is majd oda fognak betársulni nyilván ezekhez a csapatokhoz. De Zino, ez nem lehet, tehát pontosan ezen kell túllépnünk. Az, hogy ezek a mutyizók, ez mindig mutyizás. Ez a tudáshatalom is egyfajta mutyizás, és az a fajta kutatás,
amit hogyha leülsz meditálni, és elmész ebbe a régiókba, te ugyanúgy érzékelsz, és a kvantum szinteken tudsz gondolkodni, és ez már tapasztalati szintű kutatás. Hogyne. Na ezt viszont nem tudják, egyszerűen ezt nem lehet pénzzel megvenni. Ezt nem lehet, de ők ugyanebben is, ebben ők is érdekeltek, tehát ez az elit most ugyanúgy ezt is kutatja, tehát ők ugyanúgy részt vesznek ezekben a fejlődésekben is, mert minden, ami a tudáshoz kapcsolódik, az ugyanúgy számukra is fontos, mert ez az a terület, amiben most ők is a további tapasztalatfejlődést tehetik, mert a többit már letudták. Tehát mindig arra kell gondolni mindenkinek, tehát a kedves nézőknek is, hogy na a saját nézőpontunkból nézzük rájuk, hogy fú, igen, hogyha nekem ennyi pénzem lenne, mert ugye nekünk még most ez egy olyan furi vágy, mert nekem még nem volt annyi pénzem, de neki már ez megvan, és már 100 éve több generációja görgeti ezt, tehát már a családjában mindenki ezt megélhette, tehát logikus, hogy nekik egy következő stációt kell nézni, és a következő stáció, amikor már az anyagban gyűjtött tapasztalataimat és ezeknek a lehetőségeit kiéltem, az az, hogy tudás, hogy miket ismerhetek még meg, Úristen, mik vannak még itt, Jézusom, mik vannak még itt a környezetemben, és ugye ilyen helyekről nekik olyan információk is bejutnak, ami ugye mi csak az interneten bújkálunk, hogy vajon vannak ilyenek, vannak olyanok, ők nekik ezt elsőnek szólnak, mert ő pénzeli az amerikai választó kampányos dolgokat is, tehát bármi az amerikai elnöknek is információ, az biztosra vehetett, hogy ő hamarabb megkapja, mint az amerikai elnök, mert hát ő pénzeli azokat a csatornákat, amin keresztül egyáltalán az egész mozoghat, beleértve a hadseregtől kezdve minden, mert hát olyan pénzösszegeket tudnak mozgatni. Igen, de ez mindig az anyaghoz kötődik. Persze, csak ezt akarom elmondani, de nem a tudás, tehát az, hogy mihez futnak hozzá. Tehát mivel foglalkozhatnak? Spiritualitás. Három generáció óta ő tudja, hogy szétszivatja az egész világot. Így de azt már nem ő csinálja. Oké, de ő... Csak azok ő, a szálak, bocsánat, de ő a vírus, aki betette a rendszert, aki elindította. Persze. Ezzel mekkora karmát csinál magának az életében? Hát azért mennek most ők is a tudás irányába, hogy ezt hogy tudják majd helyre. Csak nagyon fontos azt látom, már bocs, hogy vágtam, mert teljesen helyesen mondod, de ugyanakkor ugye ott van az a hatalmas tehetetlenségi tömeg, amit nagyon jól mondtál, akik még viszont még mindig ezeket a szálakat húzzák. Tehát azok az emberek, akik igenis akarják azt, hogy mit tudom én, elvegyek a lakásodat, meg hogy vegyek, meg ezt kell venni, és még hogyha ők próbálnák is már azt támogatni, amivel most ők is foglalkoznak, és hát itt viszont ugyanazokban a falakban ütköznek a saját falaikba igazából. Jó, tehát ahhoz, hogy ő, bocsánat, és itt a lényeg, ahhoz, hogy az előző adásban tisztáztuk, hogy ma 2013-ban az emberek tudatosuljanak, ahhoz először is magukkal kell megismerkednünk, és az anyag ragacsát el kell engedni, és intellektuális út helyett a belső megtapasztalásaiban kell élnie. Na most ezt az az ember, aki folyamatosan lopcsa, hazudik, és ezt valamilyen módon, ha meg a tudatalattjában is tudja, ő sose tudja a tiszta lapot, a megtisztulást megtenni. Tehát ő nem érheti el azt a tiszta tudatállapotot te, aki le tudtad tenni az anyagot, és a tisztába tudsz élni. És ezért mondom azt, hogy hiába bármit oktatnak bármilyen drága tudományegyetemen, amit a tapasztalás útján el tudsz érni, egy példát mondok csak, a Maharishi kapcsán, hogy elkezdett 1000 ember imádkozni egy városban, és szignifikánsan lecsökkent a bűnözés, mert az az energiamező megváltozott. Na, ezt nem tudod kikutatni a te kvantumfázisban. Hát igazából ki lehet. Oké, de más tudás szinteken vagyunk, ezt akarom csak mondani. Igen. Hogy... De ők ezen a tudás szinten nagyon ott vannak. Tehát de nagyon ő nincs fontos. Megtisztulva. Tehát az, hogy ő nem tudta átlépni, ahhoz, hogy én le tudjam tenni az anyagi életemet, mindent el kell tudnom engedni. Neki azt kéne elengedni, amiből él, amihez ragaszkodik. Én ezt mondom, hogy szerintem ők ezt elengedték. És én ezt saját tapasztalatból tudom. És le fogják majd váltani a bankigazgatókat? Hát az már rég nem az ő hatáskörük. De drágám, de ők indították hát el? Persze. Ez az ő felelőssége? Ő felelőssége. Nyilván ezt majd nekik kell megtenni, de összességében, amivel már ők foglalkoznak, az már rég nem érinti ezt a részt. Hú, és mondok egy nagyon durva példát. Aha. Megöltem anyámat, apámat, 20 év múlva bíróság elé állítanak, és azzal védekezem, hogy én már rég nem az vagyok, és oldozatok fel, mert én árva vagyok. Tudod, te most ezt mondtad. Tehát gyakorlatilag, amit ők csináltak a világgal... Hát ez nyilván az ő felelősségük. Tehát ezzel akkor a karmagyárat csinált magának. Ez az ő felelősség, én csak azt mondom, hogy jelen pillanatban, ami őket is olyan úgy mozgatja, a természetes fejlődés vágyból, az ugyanaz a tudás, ugyanazok a dolgok, amivel az átlag emberek is, és azokkal, amikkel mi is foglalkozunk, és nyilván ebben nekik, amiatt a vagyon miatt, sok dologban nagyobb potenciáljuk vannak. Az más kérdés, hogy ezt
mire használja, vagy mire nem, meg jóra vagy rosszra. Persze ebből ezt a tapasztalatokat is meg kell élni. Volt egy fél mondatod, amit én elengedtem. És valószínűleg nyilván abban is úgy majd fognak tévedni, de ez része ugye a fejlődésnek, mint hogy mi is, amikor ezen haladtunk. Azt mondod, hogy te tudod már azt, hogy találkoztam olyanokkal, akik a legfelsőbb irányításban benne vannak, nem gyíkember a plejádokról, hanem itteni aki lélek. Része, nem azt mondom, hogy annak a családnak tagja, de annak a vagyoni mozgatási szférának igen komolyan, tehát pénzügyileg is része, tehát biztos, hogy benne van ebbe a szférába, és tudom, hogy ő már rég nem ezzel foglalkozik, ez csak egy olyan, mint egy lendkerekes autó, ami pörgeti, és hát nyilván neki is vannak, hát az ilyen embereknek több ezer munkahelyet adó gyári vannak, pont veled beszélgettük most ma, azokat nem rúghatja, hogy nekem már nem kell a pénz, ami megmaradt a saját vagyon, amiben már el vagyok még a családom is elé 100 évig, meg annak a gyereke is, mert hát ezeket most nem tudja csak úgy elzárni, mert azok az emberek mit fognak csinálni? Tehát ezeket ők letették ilyen automatára, és azok a letett vezetők persze hibázhatnak, és ezek ugyanúgy próbálják ezt korrigálni, mert azokat még egózhatnak, csinálhatják ezeket a galibákat, amikre most mutogatunk, de azt nem azt csinálja, aki viszont a tetején van. Aki a tetején van, az már most rég lehet, hogy a Himalájában meditál, és például ezeket a karmákat, mert ezt is fel lehet így oldani, csak így lehet feloldani, illetve olyan kutatási projekteket támogat meg egyebek, ami egyrészt nyilván a saját tudását is, és elsőleg nyilván ő is ebből kamatozni szeretne, de nagyon fontos a tudásnak, és van egy pontja, erről már beszélgettünk, úgyhogy most ebben nem akarok olyan mélységig belemenni, ahol ugyanígy megléped azt, hogy már vagy együttműködsz azzal a szinttel, és azért kaphatsz és fejlődhetsz tovább, vagy pedig állsz, amíg ezt meg nem léped. Most lefordítjuk, Marini. Tehát, hogy birtokolni nem lehet. Fölemelkedett a rezgésszint, amelyet akik tisztán akarnak látni, megláthatnak. Ez a rezgés is sokkal magasabb, mint amilyen módon ma jelenleg éljük az életünket, és aki jönni akar és fejlődni akar, akár milyen módon csinálta azt a fajta életet, amit most élvezhetünk idézőjelben az életünkben, őnek is emelkednie kell, és akkor megemelkedik, akkor ő már nem képes az a szemétséget megcsinálni, de Himalája tetején is oda bugdácsol az automatához, hogy kivegyen még 500 dollárt, hogy kifizesse a kolostorba az eltartását. Szóval látjuk, hogy ez a két dolog... Igen, de ez még mind önannak a tehetetlenségnek a következménye, hogy még a világunk azért meddig ezzel tart ezzel szerintem? Igen, ez meddig tart el? Hát még azért kell egy pár generáció. De hát akkor addig itt vér fog folyni, meg az hát anyag óriási hatalommal bír, és ő ragaszkodik önmagához. De itt én azért látok reményeket, mert pont az a tudás, ami ezeket a szférákat is ugyanúgy érinti, és ugyanúgy izgatja, ezek már viszont olyan tudások, amiknek a behozatala, már pedig a behozatala el fog következni, pont amiatt, mert egyénileg ezt már úgy nem tudod használni, mert ha azt szeretnéd, hogy azt a tudást egyénileg is használd, amivel az előző beszélgetésben is beszélgettünk, a többiekkel is meg kell osztani, tehát ezt vagy miként tudjuk megélni, vagy lehet róla tudásom és információm, de olyan sokkal többet, azon hogy egy kicsit magamnak ott valamit összehozok vele, többá tovább nem jutsz. Ma 1000 emberből hány birka van szerinted, és hány, aki megérti ezt a beszélgetést, amit mi folytatunk? Ez nem a spirituális egón mondta, kedves néző. Értem. Ez egy kérdés. Tehát, hogy ma hányan vannak 100 emberből? 1000-ből, nem. 1000-ből. Fú, hát akkor én optimista vagyok mindig, jó? Úgyhogy... Ez jó kérdés. Hát most akkor vissza kell gondoljam, hogy most hogy látom így az utóbbi fél évben az embereknek a dolgait. Hát szerintem most javult az arány, mindenképpen javult az arány. Most a matematikus kezdett el forogni. Igen, forog az agyam, nem számolok igazából. Dino. Még tehetetlenebb, tehát még többen vannak a birkák, mint a felébredtek, ez tény és való. És egy buddhista idézettel zárjuk de ezt a dolgot. De az a kicsi, az azért már az sokat... Tanítsd meg, és akkor nem disznót mondok, mert ott úgy van az eredet, tanítsd meg a birkát beszélni. Először elég érdekesen nézd át, hogy milyen, ja. Mit mondasz neki, aztán meg idegesíti, amit mondasz. Tehát amíg ez a fajta tudatosság egyrészt idegesíti a kocsicsörgetőket a gazdaságosba, addig te nem tudsz segíteni rajtuk. Én nagyon remélem, hogy ez a világ nem abban az irányba megy el, hogy amikor nem, itt... semmiképp, a tudás miatt semmiképp. Tudás miatt semmiképp. Tehát ez a pártudás hordozó, fényvívők föl tudják emelni ezt az egész ragacsot? Hát 1000 birkát elbír egy fényhozó a hátán? Egy lehet, hogy nem is, de több már igen, tehát azért ébredezünk több. Ébredezünk többet. És mondom, és azért van nagy remény, mert az az elit, amit most ugye a világ, mondhatnánk így rabszolgatartásával fenyegetünk, az az elit most ugyanúgy ezt a tudást próbál nyilván a maga életébe is behozni, tehát még most elsőnek önmagának megélni, de ez a tudás már, ez nem lehet olyan személyi birtok, mint mondjuk, ahogy a vagyona volt,
és óvatatlanul szembesülnie kell. De erre mondom zárószónak egy hasonlatot, mert mindig sokan felhozzák ezt nekem, mikor például földön kívül, akiről meg egyekről beszélünk, hogy nekem van erről tudomásom. Hát van. És hogy akkor hogy lehetne erről bizonyosság, vagy egyébek. És mindig elmondom, hogy például még azok is, tisztelet a kivételeknek tényleg, akik itt UFO kutatással foglalkoznak. Én azok közül sokat ismerek, és tudom, hogyha az elé most én behoznék egy valódi földön kívülit, egy olyat, ami nem humanoidnak néz ki, tehát amit még úgy nagyjából be tudok fogadni, hanem tényleg, mint egy csápé vannak egyebek, és ott valamit ott csinál. Én garantálom neked, ugyanis most megkérdezted, hogy a birkák és az egyebek, hogy ott a helyszínen összepisül, és összekakálja magát, kifut, és valószínűleg fegyvert hoz. Az UFO kutató. És hogyha most ennek az elitnek például, mert megvan a vagyon ahhoz, hogy első legyen egy olyan leszállási helyen, amiről senki nem tud, csak legfeljebb egy ember, és hamarabb bejutott hozzá az infó, mint mondjuk a nemzetbiztonsághoz Amerikába. Tehát, hogyha őnek ilyen információ, ilyen tudásai vannak, már pedig vannak, akkor ők azt is látják, hogy mi az a tömeg, akik azt mondjuk, hogy de akarjuk, ezt akarjuk, ők ugyanolyan jól tudják, hogy a nagy fenét akarjátok. Hát én tudom, hogy amikor megéltem, ez mivel járt, és te meg csak azért kiabálsz, mert igazából olyan hatalmas hitetlenség van benned, hogy ha majd látom, majd akkor elhiszem. Tehát a nagy zöme most azok kiabálják azt, hogy UFO-t keresek, akik igazából nem is hisznek benne, mert majd azt gondolják, hogyha majd találkozok, na akkor végre tudom, hogy tényleg van. Tehát ez adja az ösztönzerőt. Még egyszer mondom, tisztelt a kivételeknek. És ugyanez van a spiritualitásban és egyebek. Tehát, hogy azok vannak például ott, akik igazából ebből várják a visszaigazolást, hogy tényleg van spiritualitás, mert belül igazából nagyobb bennük a ellenállás. És a hitetlenség. És ezzel nem gondolkoznak el, hogy na pont ezért nem jött a tapasztalat, mert ha magadban nézel, igazából te ellenállsz. Mert ha megnyíltál volna, akkor egyből kiderül, hogy tényleg itt van minden. És nincs is elzárva előle semmi. Én ezt a tudod kinél eszem, ezt, akik marhára meg akarnak mindenkit gyógyítani. Igen, tudod, na hát az is. Fú, én majd meggyógyítalak. Igen. Tehát nem az, hogy magát gyógyítsa meg. És akkor megkérdezett, hogy és akkor te magadnak. Nekem tudom, mit tudtam, még egy apró dolog jutott eszembe, ha én egy ilyen igazából megvilágosított, óriási gazdag ember vagyok, mert nem lennék, vagy vagyok. Egyébként igen, is hozhattunk volna, mert te ugyanezt az utat futottad be, hogy nézzük meg, hogy te is felépítettél egy elég sikeres, pénzügyileg sikeres. Hát ez morzsa egy ilyen milliárd. De akkor is, de te most hol tartasz, te is a tudással foglalatoskodsz. Tehát már az megy magának. Nincs más utam, így van. Igen, de érted? Én elmondom a saját példámat, ha már így visszarúgtál. Én legalább 8 darab embertársamot kivásároltam az utolsó pénzemből az adósság rabszolgaságból, mert valamilyen módon az a pénz, most olyan csóresz vagyok, mint te vagy, aki nálam dolgozik, tehát van egy pár százezer forint tartalékom, nem ez a lényeg, mert nem a pénz motiválta az életemet. Viszont... No, ezt beélted, ez nagyon fontos. Ezt a nagy megvilágosodott csapat, aki tényleg mindent ural, és az óriási... Nem keres... mondtam, hogy megvilágosodott csapat, csak efelé haladnak ők is. Ha ő efelé halad, akkor első az, hogy megváltja az embereket a nyomorból. Tudod, hogyha az emberiség 2%-a uralja a 98%-a gazdasági eredményét, akkor csak annyi, hogy odalöki a gyerekek, akkor nincs adósságrabszolgasság, mindenki annyi jogon egyen létezzen, iskolába járhasson. De itt kezdődik az ő igazi megvilágosodásuk. Na nyilván, hát ezt fogják majd meglépjék. És én ezt vallom, hogy szerintem, mivel ez az egy útjuk van, és ezen vannak most, tehát hogy a tudásban kell fejlődniük, és az előbb-utóbb ugyanúgy a tudásban fejlődés erkölcsöt jelent, akkor ugyanúgy szembesülnie kell, akkor is mit tartok fent, és ezt mi itt a saját körénkben is látjuk, akik ilyen alapokból jönnek, hogy amikor ide eljut, akkor ezt meg kell lépnie. És hát nyilván ez lesz majd a jel, amikor látjuk, hogy akkor egyrészt, hogy nekem is igazam van, de ezt én azokból a tapasztalatokból mondtam el, akikkel találkoztam, és már ugyanezt csinálják, kettő, meg csak magamat behelyeztem az ő helyzetükbe, hogy eljutottam 100 év alatt, vagy 150 év alatt, ennyi pénzt felhalmoztam, kiéltem az anyag és a pénz adta lehetőségeket, tehát tényleg mindent, amit még most már el tudunk képzelni, tehát más mi lehet, amikor na, mert utána az ösztön jön tovább, hogy akkor hova tovább, ott állsz a piramis csúcsán a föld szemszögéből, és akkor mi van tovább, akkor csak az lehet, hogy rájössz, hogy itt olyan dolgok is vannak, amire eddig nem tettem a figyelmemet, olyan információk, te tudás, egyebek. Tökéletesen felülírod azt a szemléletet, hogy ezt külföldi civilizációk csinálják azért, hogy elpusztítsák a föld lakosságát, ami egy baromság. Hát egy... hogy, minek? Hogy hát ha ide jött már, hát gondoljuk már bele, ha ide tudott jönni fényévekről, egyebek, tehát ott milyen technológia van? Ez is akkora, most láttam pont a Discovery-n, erről beszéltek, tehát megint csak a saját szemszögünkből próbáljuk elképzelni, hogy ők hogy gondolkodnak, közben hozzátesszük, hogy lehet, hogy 1 millió évvel vannak előttünk. Tehát akkor nekünk azt kéne elgondolni, hogy mi hol leszünk 1 millió év múlva. Ha ebbe az ütemben fejlődik mondjuk a tudásunk egyebek, és minden olyan problémát végül is kiküszöbölünk,
mint technológiai és spirituális civilizáció, és akkor hol tarthatunk majd, és akkor abból a szemszögből kéne elgondolni, akkor ők úgy jöttek ide, tehát képesek voltak átutazni több ezer milliárd fényévet, ilyen lazasággal, tehát milyen technológiáik lehetnek? Tehát akkor, hogy arra akarnák alkalmazni, hogy na itt a hangyákat leseperjük az izéről. Jó, oké. Okay. Akkor... a következő adást mit fogok folytatni, hogy egy időutazást fogunk végezni, jó. Hogyha az az emberiség most nagyon reméljük, hogy a kataklizmán átmegy, mert egy kataklizmán büfögünk, billeg ez az egész dolog jobbra-balra. Ha átmegy, akkor mondjuk 2100-ban milyen tudatossági szint és milyen állapotok lesznek itt a világban. Jó, remélem, hogy az utazó 2100-ból elmondja. Így van. Jó. Elutazunk addig egy jó ebéd kapcsán, és akkor visszajövünk. Elhiszed-e azt, hogy ez a fajta evolúció, amit az emberiség végigélt, ez egy idegenkezőség van-e benne, hogy benyukáltak volt-e behatás, vagy ez a majom program futott végig, és tudatunkra ébredtünk. Ez egy nagyon érdekes téma, és ez a másik, jó. Amit megbeszélünk. Okay. Megtisztelő figyelmüket megköszönve, önök ezoterefelét láthattak DNS István úrral. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu weboldalon megtalálják, vagy a YouTube megosztó portáljain. Nézzenek bennünket, és ha szeretnek bennünket, két dolgot tehetnek értünk. Egyrészt, hogy osszák meg barátaik között, Facebookon, bárhol, és minél többen iratkozzanak föl a hírleveleinkre, mert ott tudunk az új programjainkról, az új filmjeinkről híradást adni. Ne csak így beessenek egy-egy adásra, hanem lássák azt a tudattágító koncepciót, amiért igazából végezzük a dolgunkat. Szia, Dino, köszönöm. Köszönöm, és a nézőknek is.